A korábbinál szerényebb költségvetéssel a biztos benmaradást megcélozva vágott neki az elmúlt szezonnak a tiszakanyári labdarúgó csapat. Koskovics György edző a 6.-8. helyre várt együttesét. A kanyáriak a bajnokság első felében 17 pontot szereztek, amelyhez tavasszal 15-öt tettek hozzá. Végül 9 győzelemmel, örö és 14 vereséggel a 12. helyen zárt a tiszakanyár, teljesítve a minimális elvárást. Én úgy gondolom, hogy az a 6.-8. hely elérhető lett volna, viszont nem sikerült a feladathoz mindenkinek felnőni, és nem sikerült olyan játékos találnom, aki meghatározó lett volna a csapat szempontjából. Ilyen kis iparos csapatunk volt, tettük a dolgunkat, ebből adódik az, hogy, hogy azonos, szinte azonos pontszámot értünk el az ősszel és a tavasszal is. Az edző szerint nőtt a színvonal a megyei első osztályban, köszönhetően annak, hogy jó néhány magasabb osztályt megjárt játékos is szerepel a csapatokban. Más megyéből is átszivárognak játékosok és képzett, magasabb osztályból érkező játékosokról van szó, akik mindenféleképpen emelték a bajnokság színvonalát. Hát nem kell ki emelnem azt a nagy halász, de mindenki tudja, hogy milyen játékos állományjal és kerettel dolgozhatok a tavasz folyamán, ez mindenféleképpen kihat a labdarúgására. Koskovics György öt év után felállt a Tiszakanyári kispadról és Mándokon folytatja tovább pályafutását, bár hivatalosan csak a nevezési határidő lejárta, azaz július 1 után derül ki, a Tiszakanyár melyik osztályban indul, a hírek szerint a megyei másodosztályban nevez majd a csapat.